Bár most még nehéz elképzelni, de ez lesz itt a világ legnagyobb sportrendezvényének a színhelye. Párizsnak ebben az északi külvárosában zajlanak a 2024-es Párizsi Olimpia legfontosabb beruházásai. Az Olimpiai Bizottság azt ígéri, csak a legszükségesebb infrastruktúrát építik fel, és nem hagynak hátra az olimpia után funkciótlanná vált létesítményeket, azokat megfelelően átalakítják és a mindennapok igényeihez szabják. Az olimpiai falu és az új versenyúszoda, valamint az új épületek 80%-a a Saint-Saint-Denis negyedben épül. A negyed radikálisan megváltozik, fasorral díszített sugárútak, modern épületek és nyugodt életterek jönnek létre a Szajna partján, mondja az Euronews tudósítója. De az olimpiai falu céljaira kijelölt 52 hektáros területen már laktak emberek, akiknek megmondták, hogy távozniuk kell. Az ott a B épület, ott a végén. Az a ház, amiben Boubacar Diallo 20 évig élt. Még áll, de már nem sokáig. A bevándorlóknak kialakított munkásszállásokat eltúrják az olimpia útjából. Meddig tart az olimpia? Egy hónapig? Kettőig? Hogy lehet egy-két hónap miatt tönkretenni valakinek az életét? Teszi fel a kérdést Diallo. Több mint 300 ember élt ezeken a munkásszállásokon, sokan évtizedeken át. 3 hónapot kaptak, hogy kiköltözzenek. Építettünk egy ideiglenes szállást 300 méterrel arrébb, mondja az olimpiai építkezést felügyelő Solideo igazgatója, mert 2021 végére le kell ezt az épületet bontanunk. Az olimpiához kapcsolódó építkezéseket irányító állami cég a Solideo által felépített munkásszállás csak átmeneti megoldás. Nem tudom, hogy tényleg kartonpapírból van, de nagyon törékeny, mondja Diallo. A munkások nem bíznak abban, hogy a hatóságok jövőre állandó szállást biztosítanak a régi helyett, most, hogy sikerült őket eltüntetni az útból. Én azt gondolom, az olimpiai játékok csak ürügy, mert amikor javasoltuk, hogy utána visszatérünk a régi lakóhelyünkre, nemet mondtak. A hatóságok gyakran arra használják az ilyen rendezvényeket, hogy átalakítsák, eltorzítsák a városrészeket, és eltávolítsák azokat a lakókat, akiknek szerintük nem kellene ott lenniük, mondja Diallo. A TV közvetítések jogdíjaiból, a marketing és szponzor szerződésekből, a jegyeladásból és a turizmusból Párizs és Franciaország arra számít, hogy szép nyerességgel zárhatják az olimpiát. De már a játékok kezdete előtt vannak, akik az olimpia veszteseinek érezhetik magukat.